A mezőny egyik legerősebb csapatával, a Nyíregyházával találkozott a Szentlőrinc az MB2-es bajnokság hétvégi fordulójában. A találkozót Kaposváron rendezték, ahol az első komolyabb lehetőség a fehér szerelésben pályára lépő Szentlőrinc előtt adódott. A 21. percben Kondor fordult remekül kapu felé a középpályán, jó ütemben indította a bal oldalon felfutó Harsányit, aki 10 méterről lőtt, Fagyos azonban védett. A 23. percben Törőcsik tüzelt jobbról, ígéretes helyzetből jónak tűnt a lövés, de az egyik védő blokkolt, így szöget következhetett. Már a második félidőben járunk, az 58. percben ötvös szabadrúgásból 22 méterről a felső léc fölé bombázott. A 60. percben egy feliverés után Papucsek csúsztatott, a labda a jobb kapufa mellett hagyta el az alapvonalat. A 64. percben Szini ollózva próbálkozott 6 méterről, a védők azonban mentettek. A 68. percben Hamed került ordító gólhelyzetbe, de kissé balról, 10 méterről nem találta el a kaput sem. A 80. percben szerezte meg a vezetést a Szentlőrinc, Torvund futtatta meg kiválóan Szilit, aki jobbról 13 méterről lőtt, Fagyas kiütötte a labdát, ami épp Kondor elé került, ő pedig 5 méterről nem hibázott. Néhány perccel később egyenlített a Nyíregyháza, Nagy Barnabás szabálytalankodott a 16-oson belül Györgyivel szemben, Radványi büntetőt ítélt. A 11-est Pap végezte el a lövést, Slakta védte, ám a labda pont a nyíregyházi védő elé került vissza, aki 5 méterről a kapuba vágta a játékszert. Közel járt a győzelemhez a Szentlőrinc, hiszen a 89. percben Szili emelte jobbról középre a labdát, a másodpercekkel korábban beállt Lehocki 7 méterről fejelt centikkel a jobb kapufa mellé. Nem a végére pontot sem sikerült szereznie a Lőrincnek, ugyanis a 92. percben egy baloldali szögletet követően Jánvári fejelt 6 méterről a kapu baloldalába, így 2-1-re megnyerte az összecsapást a Nyíregyháza. Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, tulajdonképpen nekünk is volt melyen mérkőzésünk, el kell ismerjem, és gratulálok, jobban játszott a Szentlőrinc, mint mi. Kerestük a labdát nagyon sokáig, találtuk a második fél időben azért már ott kiegyenlítettebb volt a mérkőzés, többet birtokoltuk a labdát, jobb volt az előrejátékunk, és amikor már úgy nézett ki, hogy találunk egy gólt, vagy szerzünk egy gólt, akkor kaptunk a semmiből egy gólt, majdnem befejezett támadásból, hiszen beadás volt, kifejelt labdából lekontrázott minket a Lőrinc, és sajnos abból kaptunk egy gólt. Hála Istennek azért helyén volt a fiamnak a szíve, és az utolsó pillanatig nem adták fel, és már nem először a hosszabbításban szerezzük meg a győztes gólt. Tehát ez mindenféleképpen fizikálisan és mentálisan is nagyon nagy erőről tesz tanúbizonyságot. Sajnálom a Lőrincet, mert nagyon sokat dolgoztak, jól is játszottak, tehát a futball az ilyen, hogy mi voltunk egy kicsit szerencsésebbek. Nagyon örülünk a győzelemnek, nagyon kellett nekünk ez a győzelem. Úgy éreztem, hogy vidámmal fogom nyilatkozni a mérkőzés után, 81. percben. Szerintem amióta MB2-ben bemutatkoztunk, ez volt a legjobb játékunk. Eddigi 10 fordulóban a legjobb játékot produkáltunk, egy nagyon masszív, erős védekező ellenfél ellen. Sajnos ez a fegyelmezett, pontos, akaratos, gyors játékot tudtunk produkálni 81 percben. Első fél időben kidolgoztunk 4 százszázalékos helyzet, ezt még nem tudtunk berúgni, nem sikerült. Fél időben kiírtunk a játékosokat, hogy türelmesen tovább folytatnak ebbe a játékba, ami első fél időt produkáltak. Én azt teljesen pályán ezt láttam, hogy ez sikerült. Jó úton haladunk, csak sajnos ezekkel a részeket a mérkőzésbe, amikor belecsúszik ennek a fiatal csapatnak ilyen fegyelmezetlenség, ahol nem vagyunk koncentráltak, és így hullanak a pontok, és így nem tudunk ez a szép játékot, ebben a szép játékban nem tudunk átmenni a szép játékból eredményes játékba. És ez a baj, hogy mindig van olyan 2-3 ember, aki nem 95 percet tud 100%-on koncentrálni,
és ezért azért nem szerzünk a pontokat. A Szent Lőrinc csapata az MB2-es labdarúgó bajnokság következő fordulójában vasárnap a Győri Eto otthonában lép majd pályára.